mind a hárman vegyünk egy nagy terpeszt. Úgy van. Megmutatjuk a pálcát. Úgy van. Visszahúzzuk a pálcát. Megmutatjuk a varázsolyunkat. Másik kéz, olajos, mokoros ember. Oda, meg vissza, meg oda, meg vissza. Jézus. Ezek nem tudnak együtt dolgozni. Na minden. És veszünk egy levegőt, és összenyomjuk a pálcát. Nyomjad! Az előbb is készültem ezzel, hogy itt szerintem Tati van. Kell a papír? Kell a papír. Figyelj, szakítok neked egyet emlékbe. Tessék. Megedett tapsot kérek az úriembernek, amit ki majdnem betatált. Ez vagyos? Egyes. Így van. Ez hanyas. Azt mondtátok, hogy tudtok számolni. Erre fel már kettőnél leakadtok. Helyetetlen. Na még egyszer megkérdezem. Ez hanyas. Hogy tanítják itt Ászáron a matekot? Na, döntsük el. Ez kettő meg egy luk. Ugye? Kérek egy nagy tapsot Bohóc Pistánénak és Bohóc Pistán úrnak. Így van. Megkapjátok a kötelet, fogjátok meg. És hol lett a kártya? Ó, tudnátok ezt még hangosabban mondani? Hadd hallom! És hol lett a kártya? Ebbe a kezembe, vagy ebbe a kezembe? Ki az, aki hajlandó magából majmot csinálni a színpadon? Gyere, bajom királyfi, állj le! Akkor azt vállalt, hogy majmot csinál magából, úgyhogy kérünk egy hatalmas nagy tapsot, mert megérkezett a majmot királya. Mondtam, elmondtam, hogy mi lesz színpadon, majmot kell csinálni magából, ő meg vállalkozott. A majom királynak kérünk egy hatalmas nagy tapsot. De megállt, várjál, feladat megvan, nem csomózta meg, enged el, nem csomózta meg, de egyelőre a levegőt tartja. Na most a közönségem múlik, hogy így elfogadjuk, és kifizetjük, vagy sem. Egyed, jó? Így van, most húzd meg. Így van, ez pedig akkor feljön. Kérjünk egy hatalmas nagy tapsot. És mi jár neki? A szája. Az jár neki. És mikor azt mondom, hogy most húzd meg, akkor jó, hirtelen, erősen meghúzod. Most! Térünk meg egy nagy tapsot! Ügyes volt!